az Arany János iskolában járunk. Ez a Pata és Mancs Egyesület által szervezett kutyás terápiás foglalkozások egyik helyszíne. Az egyesület 2- és 4-lábú önkéntesei, azaz kutyafelvezetői és terápiás kutyái, 17 csoportban 90 székesfehérvári gyermek, köztük Tamás gyógypedagógiai fejlesztésében működnek közre egy teljes tanéven keresztül. Játszunk, feladatokat csinálunk, akadálypályát csinálunk, akadálypályán beszélgetünk, jelenik a kutyát. Irányítik a kutyát. A foglalkozások célja az autista, a tanulásban akadályozott, az érzékszervi fogyatékkal élő, a halmozottan sérült, illetve a súlyos nyelvi zavarral küzdő gyermekek fejlesztése. Mindezt a jogszabályban előírt vizsgával rendelkező terápiás kutyákkal végzi városunkban 2009 óta a Pata és Mancs. A legfontosabb az a motivációs hatása a kutyának. Tehát magához a feladathelyzethez, magához a fejlesztéshez a gyereke egy sokkal nyitottabban, boldogabban vesz részt, együttműködőbbé válik, de a figyelem, emlékezet, a testséma, a gondolkodás, a beszéd, egyáltalán a kommunikációnak a fejlesztésére nagyon nagy lehetőségeket nyújt a kutyás terápia. A mostani nyertes pályázat és a 4-lábú tanársegédekkel a gyógyulásért programra elnyert támogatás nagy segítség. Ebből a terápiás kutyák takarmányozását, állategészségügyi kiadásait és a foglalkozásokhoz szükséges eszközök megvásárlását tudja megoldani az egyesület októbertől 2013. júniusáig. Így folyamatosan és ingyenesen tartják a gyógypedagógiai fejlesztő foglalkozásokat a 2 és 18 év közötti gyermekeknek.